Na sziasztok, motorevűsök! KTM 390 Adventure tartós teszt motorunkról a legutolsó bejelentkezésünk az volt, az a meglepő felfedezés, hogy nem feltétlenül Szibériába alkalmas jármű. Ugyanis a múlt héten volt mínusz 9 fok reggel, nem tudom, annyi lehetett nagyjából, amikor elindultunk, és garázsból indult a motor, egy ilyen közepesen fűtött 11 néhány fokos garázsból, gomb nélkül természetesen, egy hosszú bejáratás, úgyhogy nem volt leállás, ilyesmi. Viszont azt vettem észre, hogy pár kilométer múlva a hegyalja úton a taván alatt mikroklimának köszönhetően befagyott a gáz, ami azt jelentette, húzott az emberi gázt, és nem eresztette vissza, így mint ilyen szépen, ilyen csak tanúsan, hanem egyszerűen húzott az emberi gázt, és mint a régi Harley-nál az úgynevezett ilyen mechanikus tempomat, ami megszorítja csak a gázkart, úgy maradt a gázkart, hogy bömbölt a motor. Volt, hogy ez a hideggel függhet össze, de mínusz 2-3 fokban már többször mentünk vele, mínusz 6-9, meg 6-ban, meg 9-ben nem. Ott kínálunk 6, mínusz 9 körül volt, itt bent a belvárosban mínusz 6. Az az érdekes az egészben, hogy mi lehet. Ugye egész nap itt állt hidegben a motorkerékpár, hazafelé ugyanezt csináltam, még be is mutattuk, itt leszabályzás körül pörgött a motor, úgyhogy elengedtek így az egész izét. Kormány. Viszont otthon azt néztem, egy óra garázsban állás után megint csodálatosan járt, most ilyen mínusz 2-3 lehet, és azt látjuk, hogy a motor, kerékpár, a KTM 390 Adventure gáza meggyógyult. Magyarul valahogy befagyott, ami azért érdekes, mert egy majdnem fűtött garázsban volt, víznek a közelében, párának, nagy párának a közelében sem volt, tehát hogy mi fagyott be pontosan, az nem derült ki. Ha látjátok, akkor van egy olyan holtjátéka, ami valószínűleg azért bőven elégre kéne, hogy legyen. Na mindegy, az a lényeg, hogy mínusz 3 körül csodálatosan működik továbbra is a 390 csak gáza. Meggyógyult. Hello.